Rendőrkapitányság! Háló, figyeljen kérem, Párizsból telefonálok. A kisfiam egyedül van odahaza. A telefonunk nem működik. Lennének olyan jók, hogy kimennek a házba, és megmagyarázzák neki, hogy ne aggódjon. Rendben van, kapcsolom a családi válság operatív egységet. Nem, ne tegye le! Levi, át tudod venni? Egy nő van a vonalban, valami hisztérika. Melyik vonalon? A kettesen. Családi válság operatív egység, balra körmester. Párizsból telefonálok. A kisfiam egyedül maradt. A gyermeket tett meg bántalmazta egy részeg és vagy elmebeteg közeli hozzátartozója. Dehogy? Netán háztartási baleset érte? Hát nem tudom, remélem, hogy nem. A gyermek esetleg mérget nyelt, és vagy egyéb tárgyat, amely a torkán akart. Nem, egyszerűen otthon maradt. Egyedül otthon, és szeretném, ha valaki kimenne a házhoz, és megnézni, hogy minden rendben van-e, és nem történt semmi baja. Szóval azt akarja, hogy menjünk ki, nézzük meg, hogy nézzünk utána? Igen, azt! Akkor kapcsolom önnek a rendőrséget. De hát ők kapcsolták át magát. Rossz! Igen! Hisztérika a kettesen! Tartsakadlót! Kérem, ne tegyen, kérem, ne! Sikerült! Nem. Senkit sem tudtunk elérni. Leslie! Rossz hírkét, mindenütt csak üzenetrögzítők. Vegye már fel valaki! Fedd fel! Szógyom, szóval megint ön az. Szóval az a helyzet, hogy Párizsból telefonálok, és a kisfiam egyedül van a házban. Jó, kiküldünk egy rendőrt, hogy nézzen utána a gyereknek. Senki sincs otthon, a ház körül minden rendben. Jobb lesz, ha újra megszámolják a kölykeiket.